Bizony, elérkeztünk az adventi ünnepekhez, és az adventi koszorunkon hamarosan kigyullad az első gyertya. Világítson, és egyre nagyobb legyen a fényesség, mint egy serkentve minket, és biztatva minket arra, hogy gyarapodjék lelkünk, és gyarapodjék lelkünkben a képesség és az alkalmasság az ünnep örömének befogadására. Most tisztelettel felkérem Tótné Kostyalik Témeát, az Üllői Mecénás Művészeti Klub alelnökét, mondja el gondolatait. Szeretettel köszöntöm Önöket advent első vasárnapján. Ez az a nap, amikor az adventi koszorún meggyújtjuk az első gyertyát. A várakozás, az eljövetel, a reménykedés és a karácsonyra való felkészülés ideje. A megváltó megszületése óta hisszük, hogy csak a szeretetben születik újjá az élet. Ünnep alkalmával felerősödnek az érzelmeink, családunk, szeretteink, közösségünk iránt. Sétálunk az ünnepi fényben, s egyre izgatottabban készülődünk. Ez a karácsony most egy kicsit más lesz. De éljünk meg mind közösen az ünnep igazi lényét, az együvé tartozást, a szeretetet, az odafigyelést, ajándékozzuk meg egymást ezekkel, hogy legyen felejthetetlen az idei karácsonyunk is. Békében, hitben, szeretetben és reményben teli, áldott, békés, boldog ünnepeket kívánok az Üllői Mecénás Művészeti Klub nevében. Járványhelyzete való tekintettel sajnos közönséget nem tudunk fogadni a gyertyagyújtáshoz. Azonban a mostani, ebben a percben mégis kigyullad az első gyertya, amit Kisné Szabó Katalin polgármesterasszony fog meggyújtani. És már lángol is.